Számunkra nagyon fontos az, hogy legyenek unió szinten garantált jogaink. Sajnos jelenleg az Európai Unió, ahogy mondtam, többet foglalkozik a migránsokkal, mint az őshonos kisebbségekkel. Mi elindultunk egy úton, egy olyan úton, amely, amely nem létezett. Az RNDS két európai parlamenti képviselője kezdett el járni azon az úton, egy polgári kezdeményezést jutottunk el és próbáltuk az Európai Bizottságot arra kötelezni, hogy uniós szinten kezdje el szabályozni az őshonos kisebbségek jogait. Ezen az úton tovább kell menjünk. Nekünk olyan uniós vezetésre van szükségünk, amely ezt a jogos kérést, követelést nagyon komolyan veszi, és foglalkozni fog az oktatási, kulturális, a kisebbségi jogaink európai szinten ö, történő garantálásával.